Volt egyszer egy öreg király, és annak három szépséges leánya. Az öreg király szerette volna férjhez adni a leányait, mielőtt még meghal, csak azt nem tudta eldönteni, hogy melyiknek adja a három országa közül a legszebbiket. Azt gondolta magában, hogy annak adja, amelyik őt legjobban szereti. Meg is kérdezte őket. A legnagyobbik azt felelte, én úgy szeretem édesapámat, mint a galamba tiszta búzát. Hát te, gyermekem, én úgy szeretem, mint forró nyárban a szellőt. Hát te, leányom, úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót. Ugyan, mint a sót, te háládatlan, ezért neveltelek, ezért szerettelek. Takarodj a házamból, pusztulj a szemem elől. Hiába magyarázta a leány, hogy így meg úgy szeretik az emberek a sót. Könyörgött, esdekelt, de az apja elkergette. Szegény leány ment, mendegélt bánatosan. Addig ment, amíg egy rengeteg erdőbe nem ért. Ott aztán rátalált egy nagy-nagy odvas fára. Ott húzta meg magát. Az erdőben eprecedett, mogyorót, málnát, azon éldegélt. Egyszer arra vetődött éppen a szomszéd királyfi. Vadászott. Amint üldözte a vadat, egyszer csak pillantotta a király kisasszonyt, de az is meglátta őt, és bemenekült az odujába. Ment a királyfi, rá is akadt az odura, bekiáltott, ki van ott? De a király kisasszony nem szólt egy szót sem. Ki van ott? Szólaljon meg! Szólaljon meg, mert lövök! Erre aztán a király kisasszony ilyettébe előbújt. Olyan szépséges volt. Keservesen sírt. A királyfinak úgy megtetszett, hogy mentem magához ölelte. Aztán szépen felültette a nyergébe, és hazavitte a palotájába. Nagy lakodalmat csaptak, még a kutyák is húslevest tettek, aztán boldogan éltek, mint két galamb. Telt múlt az idő. Az ifjú király egyszer megkérdezte, miért is kergetett el téged apád? Azért, mert azt mondtam neki, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót. Azért! No, gondolt egy nagyot az ifjú király. És levelet küldött az öreg királynak. Jöjjön el hozzá a vendégségbe. Jött is másnap az öreg király aranyos hintóján. Az ifjú király mindjárt a legszebbik szobájába vezette. És asztalhoz ültette.
hozták a levest, de sótlan volt. A húsnak se volt semmi íze, hiába volt a sok finom falat. A király éhesen maradt. Egy ideig nem szólt, de aztán nem állhatta meg szó nélkül. Milyen szakácsod van neked, fiam, hogy mindent só nélkül főz? Úgy hallottam, hogy kigyelmed nem szereti a sót. Kitől hallottad? A kigyelmed leányától, de már ott is volt a király leánya. A király örömében sírva fakadt. Aztán egymás nyakába borultak, király a legkisebbik leányának adta a legszebb országát. Boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.